Na, sziasztok srácok! Itt vagyok ismételten egy újabb videóban, és a mai videóban egy igazán különleges is tesztel érkeztem nektek, mert bizony ma egy tesztet fogunk csinálni. Mindjárt elmondom, hogy mi lesz a teszt, de mielőtt belevágnánk a videóba, megkérlek arra, hogy mindenféleképpen támogass egy hatalmas lájkkal, illetve feliratkozással, mert neked ez csupán két gombnyomás, nekem meg mindennél többet jelent, hogy esetleg megnyomod a lájkot, meg a feliratkozást, ha kettőt kombinálod, te vagy a legnagyobb király, és hozzuk össze a feliratkozó célt. Mindjárt ott a 70 ezer feliratkozó a nagy álmom, mindjárt teljesül, szóval pörögjenek a feliratkozások, köszönöm szépen, illetve hogy gondolom, megjelenem, kövess be Instagramon, a link a leírásba. Na de akkor azt mondom, hogy nyissuk is ki ezt a kis ládát, és akkor el is mondanám, hogy mi lesz a videó fő témája. A videó fő témája nem lesz más, mint hogy ki fog nyitni 10 darab big boxot a PES végére, és megnézzük azt, hogy ebből a 10 big boxból vajon mit nyitunk, ezzel megnézve azt, hogy vajon mennyire éri meg a PES után is játszani, mennyire tud motiválni minket akár 10 darab big box, hogy ebből mennyi gold lesz, mindent megnézünk, hogy vajon megéri játszani a PES után. Ennyit előre elmondok, hogy szerintem nagyon-nagyon megéri játszani, ha kivittük a PES, sőt, talán még jobban megéri játszani a PES kivétele után, főleg, hogyha ingyenesek vagyunk, tehát hogy nincsen, egy gecsitel kezdünk, wow! Főleg akkor, hogyha nincs is meg a PES nekünk, hanem csak a free PES nyomjuk, mert akkor ez nagyon-nagyon jó jutalom, tehát itt csak ládákat kapunk, és 500 token elég egy ládához, ami nagyon jó, mert ugye alapvetően 600 kell, és itt viszont kapunk rosszabb dolgokat is, mint egy big box, szóval szerintem a PES-nek ez a része talán a legkifizetendőbb, ez a big boxos rész, persze, ha valakinek megvan a rendes PES, akkor az jobb, hogy egyszerre két dolgot kap alul és fölül, de aki free press-es, az viszont szerintem jobban jár ezzel a résszel, és ezért fogjuk ezeket a ládákat kinyitni, és megnézni, hogy mi van bennük. De mielőtt megtennénk, hogy elkezdjük nyitni a ládákat, meg kellek arra, hogy inkább elmondom neked, hogy csináltam egy új csatornát, ezt ide kattintva meg is tudjátok nézni, ahova különleges rövid videókat teszek fel, a videók nem haladják meg az egy percet hosszúságban. A mai videó egy egyéves leállítás volt, hogy egy új karaktert nyitottam, szóval ha érdekel, hogyan reagáltam egy évvel ezelőtt egy mitik karakter, akit kinyitottam, akkor a fejem fölött meg tudjátok nézni, illetve a leírásban is bent lesz. Na szóval akkor azt mondom, hogy kezdjük el és nyissuk ezt a 10 ládát, nézzük meg, hogy vajon mit ér a 10 láda. Ugye én PowerPointot már sajnos nem tudok nyitni, viszont ettől függetlenül a gadgetet, ugyan kérem, egyből új karakter? Nem. Ez az! Jobban örülök, mint egy új karakternek konkrétan. Én bőrem nagyon szeretek Power League-ben játszani, viszont eddig nem nagyon tudtam vele játszani, mert nem volt Star Power-öm. Viszont így most már végre be tudom hozni Power League-be én bőrt. Na ennek nagyon-nagyon örülök. Nézzük a másik láda. Sajnos ez nem villog. Ugye mennyi goldra indultam? Most van 500 goldom, és 2 big boxot nyitottam ki eddig. Nézzük a következőt. Megint csak gold, még 7 ládánk van, nézzük. Ez sem villog, 150. És... nem olyan sok gold, nem olyan sok. Tehát azokból a big boxokból, amiben van PowerPoint, néha több gold jön, mint ezekből a PowerPoint nélküli big boxokból. 143. Hát nem túl sok egyelőre a gold, viszont folynak a ládák szépen, sajnálatos módon. És megint nincs. Egy villogás volt, az egy villogás is nagyon-nagyon jó dolog volt. Na nézzük. 150, egy goldba eddig jók vagyunk, de nézzük a maradék két ládát, vagy mit fog magába rejteni, egy tap-tapot várjunk itt a végén már, megvártuk, és 164, utolsó láda, na vajon megcsinálja, tap-tap, és nyílik, nem, tehát 10 darab big boxot nyitottam ki, amit nagyon gyorsan szeret gyűjteni, és ebből nézzétek meg mennyi goldom lett, 1600 goldom lett, ami brutálisan sok, és 10 láda az nem túl sok. És ezért van, hogy nagyon-nagyon megérik azok a big boxok gold szempontjából is, hogy brutál sok goldot lehet belőle kiszedni, brutál sok powerpointot, és én ezért azt mondom, hogy azokat érdemes összegyűjteni, és minél több big boxot megszerezni, mert tényleg nagyon-nagyon értékes dolgot lehet belőle nyitni, és ugye power League-hez meg nagyon jó, hogy kaptam egy Star Power, de akár gadgetet is nyitottam volna, vagy pedig új karaktert, szóval azt mondom, hogy akkor, ha már befejezted a PES-t, ugyanúgy csinál a küldetéseket, annak egy unalmas csinál a küldetéseket, mert nagyon-nagyon kifizetendő a küldetéseket csinálni, és sokkal-sokkal gyorsabban lehet fejlődni a játékban, hogyha miután befejezted a PES-t, utána is pusholsz, szóval mindenkinek tudom javasolni, hogy ezt tegye meg. Közben azt hitte a kolléga, hogy a legkevésebb esély az gond. Lehet, hogy kettő is volt, az Stu-ból. Na jó, jelenleg 2 darab Power Cube-ban van, ami nem túl sok, de épp elég. Viszont srácok, mint én mondtam, a rövid csatornámat érdemes csekkolni, ha valakit érdekelnek ilyen nagyon-nagyon rövid, ilyen pár másodperces Nandorreal videók, tudjátok, azt már mondtam, hol van. Csak azért beszélek erről ennyi, mert nagyon-nagyon fel vagyok hype-olva ezzel a témával kapcsolatban, és egész nap ezen pereg a fejem, hogy milyen videókat tegyek ki. Például most csináltam egy Battlefield Challenge-et öcsémmel, ami direkt erre speciálisan erre a csatornára forgattunk, és 40 másodperc öcsémmel egyvégyezünk. Tehát, hogy nagyon sokat gondolkodok, hogy milyen videók kerüljenek erre az új csatornára, ezért beszélek erről ennyit. Szóval közben koncentráljunk erre a mérkőzésre, neki meg kéne halnia.
meg is van, én remélhetőleg túlélem, meg lesz, bár már annyira sokat nem sebez a Poison Burst szerencsére, így marad a 6 darab Power Cube, top 4 szituáció, ultin fent van, csupa jó hírek, azt kell, hogy mondjam. Itt alul szintén egy Stu, akkor meg ott egy másik, és az egyik abból több Power Cube-os, mint én, de az nem, az egy Mortis volt, bocsánat, elnéztem. Ott egy Mortis van, a Mortis meg kéne ölni, és akkor feljönnék Power Cube számban megfelelő mennyiségre, és akkor lenne esélyem megnyerni az 1v1-et, bár így is van esélyem értelemszerűen, főleg, hogyha tudok surfpartizni, akkor pláne jóval könnyebb dolgom van. Ó, a Mortis rendes volt, át is adja a Power Cube-ot. Oké, 7-7 Power Cube, 7-7. Ott föl, oké. Nagyon jó. Oké, ez egy kiegyenlített meccs lesz, azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon kiegyenlített ez a döntő. Tényleg, mondjuk neki van gadgetje, ami egy picit unfair. Ó, én meg elrontom az ultim, na hát az így ennyi volt kb. Nem, mert ő is azért sokat kapott, szerintem most regenerál. Oh boys, ezt lehet elrontottam, ő már max életerőm van. Á, top 2 lesz, sajnálatos módon, de a top 2 nem egy rossz eredmény, tehát nem szabad szégyenkezni, de lehetett volna értelemszerűen jobb is, de nem lett. Mert top 2 lett, ami azért egy jó eredmény mindenféleképpen, de már is ugrunk be a következő mérkőzésbe, ahol remélhetőleg szintén hasonlóan jól fogunk teljesíteni. Oké, nézzük a következő mérkőzést, hogy vajon mit fogunk tudni csinálni, remélhetőleg meg tudjuk ezt is majd nyerni. Egyből a Power Cube-ba szeretnék találni, meglátjuk, hogy van-e sikerül-e, vagy pedig sem. Középen van egy csomó Power Cube, bár ezzel a karakterrel nem annyira egyszerű leszedni ezeket a boxokat, mert ugye nem annyira jó a terület sebzése, mint mondjuk egy Ems-nek. Na, ott meg is van egy box. Meg van 2, meg van 3. Meg van 4, meg van az ulti, megyünk előre, meg van a kill. Tara kapja, Tara halt. 7 Power Cube, plusz ulti, jó lehet, jó lehet. Menni kell, ki kell használni a Power Cube-okat, ölni kell. Valahol itt lesz a kolléga szerintem, akit talán el is tudunk majd kapni. Ott van, csúszunk rá, meg is van. Nem sok életerő marad, de most már 9 Power Cube-on van, plusz fent az ulti, ez továbbra is jól hangzik. Itt egy Nani ellenfélnek, hát gondolom nem rám számított, ő nem látta a killt, nem gondolta, hogy egy 9 Power Cube-os lett most már az ellenfele, az eddig egy Power Cube-os, illetve 2-3, hát nem tudom mennyi volt pontosan, aki itt volt. Az autotok, jó, megvan. Ezzel a karakterrel sokszor megéri autotokolni. Nem mondom, hogy mindig, de egy jó párszor ez azért célja, hogy autotokolni, ez egy olyan karakter. Na egy Szent ellen kell, hogy megküzdenünk itt a játéknak a végén. Na, ez is elég erős. De most a győzelem szerencsére a miénk. Ezzel a második meccset sikeresen vettük, és győzelemmel zártuk. Ha nézzük a harmadik meccsen, vajon hogyan fogunk teljesíteni, úgy mint az elsőn, vagy úgy mint a másodikon, vagy esetleg rosszabbul, de olyat nem szeretnék. Szóval nézzük, hogy ezen a mérkőzésen vagy mi lesz. Megint bemegyek középre, mert... Á, nem. Jó ez a kettő. Jó ez a kettő biztonságos box számomra. Így a kezdésnek azt kell, hogy mondjam. Bár ez se tűnik annyira biztonságosnak, mert egyből harcolnom kell érte. Oké, talán... Oké, eljöttem élve. Megvan a két Power Cube, fullos. És még középen is ott vannak a boxok, illetve ott alul is van. Ott egy Bibi, ő egy tökéletes ellenfél számomra. De miért megölném, inkább egy pár boxot elhozok innen középről. Na. Kettő Power Cube-os kolléga van itt bent. Ez egy picivel jobban nyomja. Oké, de meghalt. Nagyon jó. Én élve fogok maradni remélhetőleg ezzel a 7 darab Power Cube-om. 7, a szép is lenne 4 Power Cube-ommal, illetve az ultimmal. Nem a legjobb továbbra sem, de nem is rossz. Top 6. Na jó, feltöltöttem az életerőmet, így egész jól állunk, de ettől függetlenül... Oké, gyönyörű gyilkosság, szépen nem tudott eltelni, folyamatosan csúszkáltam, és így már is megvan a 6 darab Power Cube. Na őt koleteztem, meg tudom ölni, hogyha bevállalok egy ultis rámenést. Nem mertem agresszívabb lenni, viszont most be is fejezem a killt, így is van. 8 Power Cube, tökéletes. Ott a Raph, akit remélhetőleg szintén meg is van. 9, és csúszunk, és be is fejezzük ezt is győdelemre. Ott is van, nicey. Nice. Na még egyet megyünk, mert igazán jók ezek a meccsek, azt kell, hogy mondjam. Eddig egy top 2 kivételével mindent megnyertük, és remélhetőleg a záró mérkőzés is hasonlóan jól fog befejeződni, mint az előző kettő. Ugyanazt a spawn helyet kapom, mint az előbb, csak most mögöttem egy Power Cube sincs, és középen is kevesebb box van. Tehát, hogy ez egy annyira jó kezdés, nem, sajnos.
Viszont ettől függetlenül, ez egy magyar mondat volt az előző mondatom, ha esetleg valaki nem vette volna észre, higgyétek el, magyar volt, csak nem tűnt magyarosnak. Ó, rám zárnak két oldalról, necces lesz innen kijönni. Oké, megvan a gyilkosság, tökéletes. Így biztos kapom a power cube-aimat, és ugye így négy power cube-om van, mert szépen meg tudtam olyan itt, hogy mindenféleképpen egy szép játék volt részemről, és itt van még egy pár darab power, hát nem sok, de egy azért van. Colette menekül, nagyon jól teszi, hisz már 5 power cube-om van. Szóval én ettől függetlenül meg szeretném őt ölni. Van sebzés, van sebzés. Vigyázni kell. Vigyázni kell, és csak ésszel szabad. Így, tökéletes. Meg is van a 6. power cube-om, top 6. Alakul ez a mérkőzés, top 5. Kezd alakulni szépen. Na nézzük, itt volt egy Byron valamerre. Egész veszélyes számomra egy Byron bizonyos szituációkban, másokban meg kevésbé. Meglátjuk, hogy mi lesz itt a Byronnal. Oké, van egy Surge-ünk, őt meg kellene ölni. Magától nem fog meghalni, majd segítünk rajta, meg is van. Hú, a Crow méreg beszóló volt, de jó, de jó. Életben maradok ezzel a 8 darab Power Cube-bal. Így azért már nem lesz annyira könnyű engem megölni, főleg egy 2 Power Cube-os Crow, de van még egy harmadik ellenfél is, akiről nem tudom, hogy hol van egyenlőre. Ott egy Edgar, rámegy a Crow-ra, mert top 2-t szeretne, így meg is van a top 2 számára. Edgarnak esélye sincs ellenem, mondtam, és ezzel meg is nyertem a mérkőzést. Tehát azt mondom, hogy a csúcson kell abbahagyni, így a mai videóban elbúcsúzok. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap találkozunk majd egy újabb videóban, addig is velem tartás, meg itt alattam a videó a rövid csatornában, amit emlegettem, ezt csekkoljátok le az alattam lévő videót. Én Andorrel voltam, köszönöm a figyelmet, holnap találkozunk majd egy újabb videóban, addig is velem tartás, felkövás, lájkolás, megosztás, köszönöm a figyelmet, szép napot, sziasztok, ciao.